Sziasztok! Bambó vagyok. Az elkövetkezendő percekben egy kis összeállítást szeretnék bemutatni nektek. Mint minden évben, így már ezúttal is harmadik alkalommal elkészítettem a PC Guru legjobb kép aláírásait. Ezúttal az elmúlt 2014-es évből. Amit erről az összeállításról tudni kell, az annyi, hogy személyes véleményemet tükrözi, a képek, illetve kép aláírások nem feltétlenül viccesek, de hogyha valami nagy igazságtartalommal rendelkeznek, akkor is bekerülhetnek. Előre is elnézést a képek minőségért, de technikai akadályok miatt kénytelen voltam támaszkodni a telefon kamerájára. Hogyha már mindenképpen színes képeket akartam bemutatni nektek, úgyhogy előre is bocs. Ennyi az, amit igazából tudni kell. Vágjunk és belenézzük, mik lettek a legjobbak. Az első a Football Manager aktuális epizódjához kapcsolódik, a januári számban. Az biztos, hogy igazi foci rajongónak kell lenni, hogy az ember élvezni tudja a táblázott tengereket. Ez bizony rögtön egy nagy igazság, ugyanis ez bemutatja, hogy mennyire réteg játék a Football Manager is többek között. Hogyha az ember nem nagyon van oda a stílusért, akkor nem is nagyon fogja élvezni a játékot. Tudom ezt magamról is, mert jó magam se vagyok egy foci rajongó, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Lépjünk is tovább. Path of Exile, ugyanebből a számból, 82. oldalon. Új Edda sláger. A kör közepén állok, körbevesznek sült betyárok, körbevesznek sült betyárok rosszak. Ez a képaláírás egy olyan fajta képaláírás, amikor ismert slágerek részleteit rakják be képaláírás gyanánt. Ezúttal egy ötletes megoldással találkozhatunk, bizony ez a helyzet jól adja magát, és ha megnézzük, a Diablo 3 Reaper of Souls nevű játékban is ugyanez a helyzet. Csak itt a kör közepén állok, körbevesznek szörnypajtások, körbevesznek szörnypajtások rosszak címmel. A következő a márciusi számban található, a League of Legends játékból. Vannak olyan elemei a fordításnak, ahol még nem eldöntött, melyik kerül be a játékba. Egy Dublin csapatnál jelenleg abból van a legnagyobb vita, hogy a pentakill maradjon-e pentakill, vagy legyen inkább ötszörös gyilkosság. Na hát ezek a fordítások szinte minden esetben megmosolyogtatnak, ugyanis néha bizony nehéz elragaszkodni a szó szerinti fordítástól, és hát ezek szerint, hát nem tudom, ők tudják, de az ötszörös gyilkosság igen csak érdekesen hangzik, úgyhogy lehet, hogy nem árt, hogyha pentakill marad, de ez csak az én véleményem. Mindenesetre ez érdekes helyzet, az biztos. Megint csak a Diablo Reaper of Souls, ezúttal a 46. oldalon. Oké, hogy a kolban vagyunk, de miért kell lekapcsolni a villanyt? Rezsicsökkent az ördög? Hát bizony, ez egy jó kérdés. A legnagyobb kedvencem ebből az évfolyamból, ami jogosan veti fel a kérdést, bár azt be kell látni, hogy a Diablo-ba bizony gyakran bolyongunk sötét helyszíneken, és hát néha csak ilyen-olyan felvillanásokat lehet látni, mint ahogy a képen is. De Elder Scrolls Online. Májusi számból. Gyere táncolj még, ez a rejtélyek éjszakája csak a miénk, gyere táncolj. Nos, megint mivel találkoztunk? Bizony, egy dal részletnek a beillesztésében. Ezúttal a jól ismert Switch Judit sláger került be az újságba. Bizony a helyzet jól adta magát, úgyhogy jó választás volt. Ugyanebből a játékból, az 51. oldalon, bár nagyon adja magát, ezúttal visszafogjuk magunkat, és nem sütjük el az Edda örök klasszikusát arról a bizonyos körről. Na hát jó lesz, mert már elég sokszor használtátok. Na jó, nem ám igazából. Szerintem ez egy ötletes megoldás, úgyhogy én viccesnek találom ezeket a sláger idézeteket. Úgyhogy nincs ezzel igazából semmi baj. Age of Wonders 3. Az addig oké, hogy itt két drabál is mérkőzik kép egymással, de a lándzsás katonák mit csinálnak? Legyezik őket, hogy frissek maradjanak? Nos, hát ez egy jó kérdés megint csak, ugyanis túl sok nem derül ki a képről, azon kívül, hogy a
láncsás katonák előre szegezik a láncsájukat, úgyhogy ezt rábízom a többi olvasó fantáziájára, de bizony ez is egy értelmezési lehetőség. Divinity Original Sin, az augusztusi számból. Robbanó olajos hordók nem csak az FPS-ekben vannak ám, hanem a kőkemény RPG-kben is. Ezúttal egy igen csak jól ismert és sokak szerint eléggé unalmassá váló, illetve unalmasnak számító klisével állunk szemben a robbanó olajos hordók esetében, ami bizony FPS-ekben igen gyakran előfordul, és ezúttal Divinity Original Sin esetében is. Decemberi szám, LEGO Batman 3. Igen, ez itt egy tehén, egészen pontosan egy bettehén, mert Batmannek van Batmobilja, Batwingje és saját háziállata is. Egyszerűen nem tudunk betelni a Batmanes poénokkal, nem igaz? Hát ez egy jó kis szójáték volt, azt kell, hogy mondjam. Én mindig örömmel veszem, hogyha a gurus arcok előjönnek egy-egy ilyen szójáték, a szóviccel, és ezúttal a Batmanes helyzetből is egy szellemes szóviccet tudtak kreálni. Watch Dogs. Ugye mindenki emlékszik arra, amikor a Codemasters minden játékát olyan idézőjelben screenshotokkal harangozta be, amiről kilométerekről látszott, hogy köszönő viszonyban sincs a játékkal, csak a Photoshoppal. Na ez pont ilyen. Ez bizony egy jó kis kép a játékról, de be kell látni, hogy ilyennen bizony nem nagyon lehet találkozni, sőt, inkább a Photoshop-olás ment a drága fejlesztőknek, illetve kiadónak, vagy aki ezt csinálta, nem tudom pontosan. Be kell lássuk, olyan játékoknál, aminek nagy hype-ja van, ez bizony előfordul. Nos, végére is értünk a kép aláírásoknak. Azonban befejezésképpen szeretnék még egy bekezdést kiemelni. Én is Csocsó igen szellemesen fogalmazta meg a véleményét a mesterséges intelligenciáról a Grid Autosportban. A srácok, ez most a Showdown nevű bekezdésben olvasható. Simán el tudom képzelni, hogy a bejegycímben szereplő idézet elhangzott a fejlesztés végső szakaszában valamelyik Codemasters-es fejlesztő szájából, mert a mesterséges intelligenciát nem sikerült megfelelően bekalibrálni. Félreértés ne essék, a virtuális pilóták nagyon jók, mondhatni túl jók, és azt hiszik, hogy roncs derbin vesznek részt, nem pedig klasszikus aszfaltszaggatáson. Bár a játék Steam-es leírása szerint az EMI tőlünk tanul, ennek én nem sok nyomát találtam az autósportban. Ugyanis teljesen mindegy, milyen futamot mentem, miféle kocsiban ültem, vagy mennyire tartottam magam a szabályokhoz, a többi versenyző kíméletlenül lökött le az útról, meg sem próbálva elkerülni az ütközést. Ez a túraautók esetében még elmegy benzines szódával, de amikor egy SCC kategóriás nyitott kerekű segrakétában ülve tanít meg John Power svéd pilóta repülni, csupa nagy betűvel, mert ugye a játék csak ezt ismeri, azért felmerül bennem a kérdés, hogy a beta tesztelők vajon hány valódi versenyt láttak a tévében. A játék furcsa tulajdonsága továbbá, hogy mindössze egyetlen versenyszabályt ismer. Ne, ismétlem ne, csúsz ki a fehér pályavonalról. Vagy de, csak akkor kapsz egy büntetést, ami azt jelenti, hogy 5 másodpercig nem adhatsz gázt. Már ha tényleg megkapod, mert a Grid Autosport pályabírója kissé hektikusan osztja a piros zászlókat. Az pedig, hogy kilöksz 4 konkurenst a pályáról, akik közül 2 szörnyet hal egy brutális balesetben, már egyáltalán nem zavarja a derék öreget. A legdurvább viszont kétségtelenül a már emlegetett csapattársaknak adható etek parancs, ami szó szerint támadást jelent. Ilyenkor barátunk és bajtársunk az életét kockáztatva rohan bele az ellenfelekbe, így segítve bennünket a jobb pozíció elérésében. Köztom, megint csak csupa nagy betűkkel. Az a 2 pont simán megérte az életedet. Gratulálok tehát Csocsónak, a cikkírójának a nagyszerű leírásért. Ezáltal a videó végére is értünk, köszönöm, hogy meghallgattatok, hogy végignéztétek. Minden jót, sziasztok!